Az elmúlt évszázadokban a lányok és asszonyok hajviselete fejdevalója mindig is az adott kor divatját tükrözte. Változatosságuk ellenére a viselet a társadalmi normákhoz is alkalmazkodott. Nem volt ez alól kivétel a mennyasszonyi koszorú sem, mely pontosan illeszkedett a nők családi állapotát jelző fejdevalók sorában. Más miatt hordtak a lányok, a mennyasszonyok, a mennyecskék, és megint más miatt az asszonyok. Ez a koszorú Tolnamegyéből származik, és a boldog pár a vőlegény bokrétájával együtt őrizte meg a korszakásainak megfelelően. Fuchs Márta néprajzkutató azt mondja, ezek az emberi élet fontos eseményeit idéző relikviák mindig is részesei maradtak a család további életének. Megvolt a helyük a házban, és különleges becsben tartották őket. A mennyasszonyi koszorúknak a kutatása alapvetően nagyon gyerekcipőben jár, tehát mindig tudnak róla a néprajzosok, hogy élt ez a szokás. Ezeket a mennyasszonyi koszorúkat tartalmazó ládákat sok helyen megtaláljuk. Nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy ezek katolikusoknál volt gyakoribb, illetve konkrétan, hogy elrakják őket. Aztán később jöttünk rá, vagy szembesültünk azzal, hogy nagyon sok református családnál is, akár a Sárközben is nyilvánvalóan ezeket a mirtusz koszorúkat azért valamilyen módon elrakták és megőrizték, és ugyanúgy ládába rakták őket. Ha belegondolunk, hogy egy életszakasz átlépéséről van szó, amihez nagyon komoly rítusok tartoztak, ilyen például akár egy keresztelő, egy temetés, akár egy lakodalom. Tehát ez egy komoly életfordulót jelent bármelyik embernek az életében, és ez komoly rítusokat, szokásokat csatoltak. Tehát ilyen volt maga az esküvő is, illetve maga a lakodalom. Éppen ezért a mennyasszonyi koszorú, tehát egy mirtusz koszorú, az nem csak a ruhának az ékességét hivatott emelni, az ünnepélyességét, hanem fontos szimbolikája volt. Az egyik ilyen szimbolikus jelentősége, hogy a leánynak a tisztaságát, a szüzességét jelképezte, a másik, hogy a ünnepélyes levétele évfélkor, illetve a főkötőnek a feltevésével tulajdonképpen a leányság korából az asszonyi avatásnak a rítusa zajlott le, és ennek a szimbolikáját volt hivatott szolgálni. Éppen ezért tették ládába, tehát egy asztalos által készített, látszik, hogy üveg ablakkal ellátott ládába tették, hogy a portól mindentől megvédjék. Általában a tiszta szobába helyezték el, a családi fényképekkel, különböző egyházi vallási tematikájú képekkel, a családi emlékekkel együtt rakták el, és nagyon vigyáztak rá. A koszorú elődjének az évszázadokon át használt párta volt tekinthető, melyet előbbi fokozatosan szorított ki a lakodalmi viseletből az elmúlt 150 évben, átvéve sokszor annak formáját, jelentőségét. A középkor végétől a mennyasszonyi koszorút idővilágokból kötötték, melyhez rozmaringot is tettek. A rozmarink használata napjainkban is megmaradt. Egyrészt a mennyasszony tisztaságát jelképezte, másrészt örökzöld növényként a házasság remélt tartóságát, stabilitását szimbolizálta. A 19. század közepe óta az élővirágokat elkezdte felváltani a művirágkoszorú, majd a polgári hatásra megjelent az apró viaszgyöngyökkel díszített fehér mirtusz koszorú. Ezen is látszik, tehát fehér selyemvirágokkal, borostyállevelekkel, piros, kék bimbókkal díszítették föl, illetve látjuk azt, hogy ezüst szálakkal, illetve különböző rugós rezgőkkel. Egyes feltételezések szerint például ezek a rezgők, illetve az egyenes szálak magát a rozmaringot akarják helyettesíteni, nyilvánvalóan a virágok pedig a virágokat. Ezek mellett megjelentek sokszor ezek a színes kis bogyók, ezek valójában viaszból készült gyöngyök, és színezett gyöngyöket tettek rá. Ennek a divatja, tehát a változásnak a divatja mindig megfigyelhető volt, tehát a divat azért hatással volt a polgári viselet, hatott egy idő után a parasztpolgári viseletre, ez a divat változott, de azért azt hozzá kell tenni, hogy bizonyos társadalmi normáknak, tehát egy közösség elfogadásának, a közösség normáinak mindig meg kellett felelni a kinézetének. A hónap műtárgya mellett kiállított, de a selyemvirágos koszorú mellett, szintén a 20. század elején olyan koszorúkat is gyártottak, ami gyakorlatilag szinte csak
viasz gyöngyökből készül, tehát ezek a nagyon tipikus, ezek a tipikus mirtusz koszorúk, ami látszik, hogy már tiszta fehér színű, tehát ezek passzoltak a szinte tiszta fehér mennyasszonyi ruhákhoz. Ezen is a strasszkövek, a selyemszálak, a rezgők, apró virágok még megtalálhatóak. Viaszgyöngyös mennyasszonyi koszorúkra nagyon kellett figyelni, azért kellett egy hűvös szobában tartani, mert ezek a naptól, a melegtől meg tudtak olvadni, tehát egy család erre mindig odafigyelt, hogy ne menjenek tönkre, ha meg akarták őrizni. A hónap műtárgyának a kinézetével ellentétben aranyozott részei nem fémből, hanem préselt színezett kartonpapírból készültek, melyet a korabeli szatócsboltokban árultak, csak úgy, mint a koszorúhoz és a bokrétához szükséges alapanyagokat. Ezekben a mennyasszonyi koszorú tartó ládákban nem csak a mennyasszonyi koszorú van benne, ez egy nagyon fontos dolog, hanem ugyancsak eltették a vőlegénynek a bokrétáját. Itt is látszik, a koszorú alatt lévő kék virág a különböző a két oldalra lelógó szalaggal, ez a vőlegénynek az öltöny bokrétája, illetve szintén hozzátartozott, ha volt hely a ládába és elég nagy ládát készítettek, akkor a házaspár kezdőbetűinek, nevének kezdőbetűit is föltüntették, ebben az esetben nagyon eldugva a PC, illetve az IH szintén látható. Ugyancsak gyakori volt, hogy belerakják az esküvőnek a fényképét, ami szintén itt, illetve az 1924, az esküvőnek az évszámát. Amit most legutoljára láttunk, református ládát, ott nem csak ezeket tüntették föl, hanem egy kétszerekkora ládáról volt szó, és oda még a vőlegénynek a kalap bokrétáját is beletették, illetve például a mennyasszonynak a csuklóját övező karszalagos karkötőjét is beletették. Tehát olyan jelképeket, olyan apró tárgyakat, ami hozzátartozott az esküvői rítushoz, a ruhán kívül, és bele tudták tenni ebbe a ládába, azt mind megőrizték, próbálkoztak vele. Thank you.